Sziasztok srácok, lányok, köszöntök mindenkit az új videóban. Ebben a videóban, képzeljétek el, jégkorong meccsre fogunk látogatni. Az EON együttműködésével kisorsoltunk 3 jegyet a mai mérkőzésre. Kiraktam az Instagramomra ezt a szuper nyereményjátékot, és a kommentelők közül választottam ki a győzteseket. És ők is eljöttek, jégre is mentünk majd. Jobbra mi van? Mező. És megyünk éppen befelé. Az EON-nak köszönhetően ezt a nyereményjátékot le is bonyolítottuk, és meg is érkeztek a nyertesek, a kiválasztott nyereményjáték győztesei. És a mérkőzésen olyan lehetőségünk van, hogy az egyik szünetbe felmentünk a pályára, korizhatunk, igaz életemben szerintem összesen 3-szor koriztam eddig, de nem látjuk, hogy mit sikerül kihozni. Lehet, hogy a nagy nézőközönség előtt segre fogok esni, hát meglátjuk. Menjünk fel a pályára, itt vannak a király karkötőink, jó aranyszínű, VIP, és remélem, hogy tetszeni fog ez a videó, és egy kicsit eltér egyébként a csatornától, de ugyanúgy sport, és hát minden sportot szeretünk. Menjünk vissza fel a helyszínenkre. Nem rossz a szett, nem rossz a szett. Na, az a helyzet, hogy bemettünk a pályára, vannak a győztesek is, ők fognak az U20-as vasas csapat ellen kiállni. Érdekes lesz, szóval a lényegében a csapat, aki ide nyereményjátékon keresztül érkezett, ők fognak az U20-as vasas csapat ellen kiállni a jégen. Én meg majd azt szépen kamerázok és szurkolok nekik, biztatom majd őket. Ha nem esek hasra. De csak nem fogok hasra esni, hiszen már életemben 3-szor koriztam összesen. Mi rossz történhetne? Go! Jó lesz! And penalty for Schiller, vasas. Érdekes. Ah, megvan a kis csapat. Magyar. Elég improvizatív. Megnyomjuk neki. Attól függ, hogy így akarod, hogy akarod fogni. Bármit tudok csinálni, csak találják. A büszke csapatom, és az ellenfél, és a csapatom. És az ellenfél. És a csapatom. És az ellenfél. Jó esélyekkel indulunk, én azt mondom. Feladatot megoldani, hogy megkerüljenek végre
csapatba, és hát játszott a Horváth András, amit számít jelen, ha itt most be fog takarni, az nagyon vicces lesz. Közben azért szurkolunk a csapatomnak, meglátjuk, hogy mit sikerül összehozzanak. Hát én nem gondoltam, hogy így fut elni a péntek estén. Na! Annyira azért mégsem, azt hittem, hogy igazából senki nem fog felismerni itt, mert azért ez mégsem csak az én nézőközönségem, de nagyon örülök neki, hogy vannak olyan nézők is itt a pályán, akik nézik a videókat, és innen üdvöm még egyszer nektek, hát remélem, hogy nem fog hasra esni vagy fenékre, mert az nagyon cinkes lenne. Megkeresnek a vasas vezetésétől, hogy én büszke vagyok a csapatomra. Nagyon ügyesek a nyereményjáték győztesei. Nagyon királyak. Ugye, hogy nyomják? Hát ugye hallottam a nyertesek közül elsősorban a bőnöknél, hogy nem sokszor találkozott. Kis fiú! Ali! Sziasztok! Tényleg nem gondoltam volna, hogy így fog kinézni az egyik péntek késő délutánom, hogy kijövök egy vasas mérkőzésre. Hát hatalmas nagy köszönet tényleg az EON-nak, mert ilyen élményben még nem volt részem igazából. Még akkor is ugye kicsit azért eltérő a sportág a megszokottól, az extrém tartalmaktól, de én nagyon jól érzem magamat, és tényleg nem gondoltam volna, hogy lesz ilyen lehetőség, amely kilátogatok egy ilyen meccsre. Igaz, még bénus vagyok itt a jégen, de hát ez van. El kell kezdeni valahol. Kirepült egy korom, emlékszem, amikor ki voltam Svájcban a Szlovákia ellenére állított. Ó, nagyon közel volt! Látomat a világbajnokságnak, hogy képzeld el, hogy... Nyomjuk neki! Gyerünk! Én sajnos nem voltam. Egész jól teljesítünk, srácok, lányok. Ó! Ügyik voltatok? Nagyon. Fárasztó nagyon, mi az? Remek edzés egyébként. Ügyesek voltatok. Na, végeztünk is a mérkőzésünkkel, egyébként nagyon jól teljesített a kis, hát a kis csapatom. Kaptunk a végén egy EON-os ajándék, azért annyira nem vagyok még stabil, egy EON-os ajándékcsomagot, meg van egy korongom is. Szóval még egyszer hatalmas nagy köszönet az EON-nak, én tényleg nem gondoltam volna, hogy valaha pályára fogok állni jégkorong mérkőzésen. És még egyszer szeretnék gratulálni mindenkinek, aki részt vett a nyereményjátékban. Szóval figyeljetek az Instagramomat és a YouTube-omat egyéb nyereményjátékok miatt, mert ilyen lehetőségek vannak, mint most ez az EON-os, hogy egyébként a vasas csapatával, és az igen, vagyis a csapata ellen játszhattunk. Egyébként a nyereményjáték részvevői között olyanok, akik sportként űzik a jégkorongozást, és nagyon jól teljesítettek ők is. Egyébként nagyon durva, komoly sport ez a jégkorongozás, mint például itt, ahogy látjátok. Nagyon kemény edzés szükséges hozzá, és tényleg vannak azért kemény lögdösödések, és a védőfelszerelés is nagyon fontos. Hát én nagyon jól éreztem magamat egyébként. Tényleg még egyszer hatalmasnak köszönöm az EON-nak, és remélem, hogy tetszett ez a videó, figyeljétek az Instagramomat és a YouTube-omat az esetleges nyereményjátékok miatt, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!